Mint mondta, az Európai Unió és a magyar állam 5,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával megvalósuló beruházás általános célja a Tisza völgy árvízi biztonságának javítása, a vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló képesség javítása. A projekt két fő elemből áll, ami a teljes beruházási érték mintegy 75%-át teszi ki. Egyes az árvízvédelmi töltések helyzeti állékonyságának javítása. Kettes a gástyás kettő szivattyútelep funkcióbővítése, az víz visszatartási feltételek javítása. A kapcsolódó projektelemek az Apavári Védelmi Központ átépítése, a karcagi gépszín építése, a védelmi osztag telep fejlesztése, a Tiszaligeti Árvízvédelmi Központ rekonstrukciója, valamint a Kövizik területén a Hosszúfok kettő szivattyútelepi gépszín építése. A gástyás kettő szivattyú telepen az átépítéssel biztosítani kívánják a víz két irányú áramlásának lehetőségét, azaz ne csak a belvizek beemelésére legyen alkalmas, hanem egy magas Hortobágy-Berettyó árvízi terhelés esetén a vízmentett oldalára történő kivezetésére adjon lehetőséget, ugyanis a Hortobágy-Berettyó torkolati része árvíz alkalmával, árvízkapuval lezárt, az érkező árvíz mobil telepítésű szivattyúk segítségével emelhető át a hármas körös folyóba. A szivattyútelep átépítése, reverzibilissé tétele árvízi kockázatkezelési célokat szolgál, illetve illeszkedik a vízgyűjtő gazdálkodási tervben foglaltakhoz, mivel az egyben segíti a belvizek levezethetőségét, valamint a vízkészletek helyben tartását, illetve pótlását a Hortobágy-Berettyó főcsatorna irányából. Ezen kívül javítható a helyben tartott vizek minősége a kakati belvíz öblözetben a szivattyús átemelés megvalósításával. A vízgyűjtő területen több esetben fordult elő egy időben árvíz az öntözési idényben. Így egy árvíz esetén is megvalósítható a vízszabályozott átemelése vízhiányos területekre. Az árvizek mentett oldali kivezetéséhez kapcsolódik a nagykunsági főcsatorna. A karcagi 1-es főcsatorna infrastrukturális beavatkozása is a mentett oldali víziút biztosítása kapcsán. A projekt további célja jelenleg dízelként üzemelő telep elektromosítása, amellyel nagyban nő a belvízi biztonság, azonnali indítás és távfelügyelet, stb., valamint a nyomócsőhálózat átalakításával a gástyási öntözőcsatorna kapacitásának növelése a további öntözésfejlesztési igények kiszolgálására. A jelenleg használatban lévő 60-70-es években épült megromlott állapotú Apavári Védelmi Központ gazdaságosan nem újítható fel. Az épület kiváltása a cél. Az új épület kialakítása olyan, hogy többféle feladatot is képes legyen ellátni a karcagi szakaszmérnökség területén. Egy olyan új épület kialakítása a cél, mely védelmi központ funkció ellátására alkalmas. Az épületben ezen kívül kialakítanak egy a karcagi szakaszmérnökség létszámának megfelelő méretű tárgyalóhelységet. A szolgálati lakás funkción túl a védekezési időszakban, mint műveleti és informatikai központ és az ide vezényelt állomány pihenő és szálláshelyeként szolgálna, valamint alkalmas lenne a szakaszmérnökség dolgozóinak oktatására, továbbképzésére. A Tiszaligeti Védelmi Központ felújítása. A szolnoki szakaszmérnökség területén található védelmi központ felújítása és átalakítása lehetőséget biztosít a védelmi időszakban átvezényelt műszaki és gépészlétszám elhelyezésére. Az épület állapota jelenleg nem teszi lehetővé a hasznosítást, az üzemeltetése energetikai és üzembiztonság szempontjából sem megfelelő. A projekt révén kialakítható az energia és költségtakarékos üzemeltetés, valamint biztos a szivattyútelepek üzemeltetésében résztvevő átvezényelt létszám elszállásolása. Karcagi gépszín és szociális blokk. A kialakítandó épület megfelel a karcagi szakaszmérnökség munkagépeinek tárolására, karbantartására, illetve a kezelőszemélyzetnek megfelelő munkakörülményeket biztosít. Két raktárépület. Az új raktárépületek alkalmasak a védelmi gépek, eszközök hosszú távú állagmegőrzést biztosító szakszerű tárolására a védelmi osztag telepe. Árvízvédelmi töltések helyzeti állékonyságának javítása.
A beruházással érintett szakaszon az árvízvédelmi töltések helyzeti állékonyságának javítása szükséges, az árvizek alatt tapasztalt jelenségek megszüntetése, illetve a szükséges árvízvédekezési ideiglenes beavatkozások megelőző célú kiépítése miatt. A fejlesztéssel érintett szakaszok hossza mintegy 48 kilométer. Ezek egy részén az árvízvédelmi töltés helyzeti állékonyságának javítását a mentett oldali töltéslőtér leterhelésével, máshol a nyúlgátat kiváltó vízoldali agyagpatka építésével tervezik. A vízoldali agyagpatkát pályaszerkezet támasztja meg, amely járulékos haszonként az árvízvédelmi fővédvonal megközelíthetőségét is javítja. Továbbá a mentett oldali leterhelés szerkezetes, fagyvédő alap, kiékelő rétegek és járulékos haszonként az árvízvédelmi fővédvonal megközelíthetősége is javul. Ennek a projektelemnek a megvalósításával javul mintegy 350 ezer ember árvízi biztonsága, a védett ártéri öblözett népesség megtartó képessége, továbbá az ipari és mezőgazdasági termelés biztonsága. A fejlesztéssel érintett árvízvédelmi töltések a kötivizik szolnoki, mezőtúri, illetve karcagi szakaszmérnökségének területén találhatóak.